Sziasztok, remélem jól vagytok. Megint fogunk erről a csinálni igéről beszélni, mert franciaul ez az ige, ez nagyon fontos tudni, itt Franciaországban az emberek mindent csinálnak. Szóval adok még egy pár példákat ezzel az igével. Például mit csinálsz? Az lenne, hogy qu'est-ce que tu fais? Készketűfé, mit csinálsz? Azt már tanultuk, hogy je fais la cuisine, szóval főzök, ou je cuisine, az is az lenne, hogy főzök, de mind a kettőt lehet mondani, szóval csinálom a konyhát, je fais la cuisine, mondva, hogy főzök, vagy főzök, je cuisine, mind a kettő jó. Mind a kettőt használják. Egy másik példa az lenne, hogy például mosogatni. Mosogatok. Az az jel, lenne, hogy je fais la vaisselle. Je fais la vaisselle. Mosogatok. Egy másik példa bevásárolni. Szóval uh, vásárolok vagy bevásárolok. Je fais les courses. Je fais les courses, je fais les courses, je fais les courses. Egy másik példa az lenne, hogy douzogni, faire la tête. Szóval, például douzogok, vagyis, nem, douzogok az nem jól hangzik. Inkább úgy, que il douzogik, szóval il fait la tête, il fait la tête.

Szóval so, amikor valakit uh, megijeszt uh, valaki más, vagy mondjunk um, egy példa, um, például megijesztettél, tu m'as fait peur. Tu m'as fait peur. Tu m'as fait peur. Megijesztettél. Vagy ijesztő vagyok, je fais peur. Je fais peur. Je fais peur. Ijesztő vagyok. Ami nem pontosan igaz, remélem. És egy utolsó példa mára az lenne, hogy rajzolni, amit úgy is lehet mondani franciául, hogy dessiner, 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 rajzolni, de azt is lehet mondani, hogy faire un dessin, faire un dessin, csinálni egy rajzot, faire un dessin faire un dessin. És például azt lehet mondani egy gyereknek, hogy um, csinálsz nekem egy rajzot. Tu me fais un dessin? Tu me fais un dessin? Tu me fais un dessin? Csinálsz nekem egy rajzot. Szóval ezek csak egy pár példák, de tényleg ez a csinálni szó franciául ez nagyon-nagyon fontos. Szóval tanuljátok jól meg, és legközelebb is találkozunk egy új francia leszkire. Sziasztok!